örömöm, csupa mese angyalka! Végre én is tudok beszélni, és elmesélhetem a történetemet. A csupa mese bemutatja beszélő járművek, a budapesti fogaskerekű vasút. Sziasztok! De jó, hogy itt vagytok! Képzeljétek, én a budapesti fogaskerekű vasút vagyok. Fogas Feri a becsületes nevem. Budapesten szállítom az utasokat fel a hegyre, és a hegyről le. 1973-ban születtem Ausztriában, és onnan kerültem ide Budapestre. Elektromos árammal működöm, és sineken közlekedem, én is, mint egy villamos. De nagyon meredek útvonalon haladok, és könnyen megcsúszhatnának a kerekeim az emelkedőn, ezért a két sín között van egy fogasléc, amiben összesen 3 fogaskerékkel kapaszkodom. Így nagyon könnyen és biztonságban fel tudok menni a hegyre, és a legmeredekebb lejtőn is könnyedén le tudok fékezni. Én innen indulok. Ez pedig az állomás épülete. Itt dolgoznak azok a szakemberek, akik figyelnek arra, hogy minden biztonságosan működjön. Innen állítják a váltókat, és innen figyelik a monitorokon, hogy merre járok éppen. Itt van egy nagy tábla, amin az utasok megnézhetik, melyik vágányról fog indulni a következő fogaskerekű, jobb vagy a bal oldalról. Az egyik kocsimba biciklivel is fel lehet szállni bizonyám. Egyszerre akár 16 kerékpárt is el tudok szállítani. Sőt, kutyával, kutyusokkal is fel lehet szállni. De csak, ha szájkosár van rajta. Ha elefánttal vagy zsiráffal szeretnétek felszállni, azt már nem szabad. Meg aztán nem is férnétek be. Itt láthatjátok a vezetőfülkémet. Sok-sok gombbal, ami a biztonságos közlekedéshez szükséges. Itt ez egy nagy kormánykerékre hasonló valami, ami nem arra való, hogy kanyarodjak vele, mint az autóban, de ezzel tudok gyorsítani vagy lassítani. Kanyarodni pedig csak arra tudok, amerre a sinek visznek, mint ahogy a villamos is. Van egy kis ventilátorom is, arra az esetre, ha nyáron nagyon melegem lenne. Van egy URH rádiókészülékem, halló, amin keresztül tudok beszélni a többi fogaskerekű barátommal, vagy akár a diszpécserrel, aki a végállomáson ül egy irodában. Van egy napellenzőm, irattartóm és ablaktörlőm is, és 2 nagy visszapillantó tükröm, hogy mindent lássak, ami hátul is történik. Itt láthatjátok, milyen szép a Városmajori Park, ahonnan indulok. A fák, a bokrok, a futópálya, és még bicikliút is található itt, a Városmajori Parkban. De most már indulnom kell, megszólalt a csengő, és becsukom az ajtókat, és már indulok is! Juppié! Juppié! Nézzétek meg, ilyen sineken tudok menni, és ez az a fogasléc, amiről már meséltem nektek. Ezekbe kapaszkodom fel a hegyre. És ilyen gyönyörű tájakon haladok keresztül, szép fák, bokrok és gyönyörű virágok között. Itt pedig megnézhetitek, ahogyan egy nagyon-nagyon meredek lejtőre kapaszkodom fel a fogaskerekeimmel. Tudok csengetni is, ha valaki véletlenül elém lépne. Én pedig Fogas Frici vagyok, és a hegyről lefelé fogok menni, de előtte itt állok a megállóban, hogy bevárjam Ferit, aki nem sokára meg fog érkezni. De psz, 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 psz,
Hallom Feri kattogó hangját. Mindjárt meg fog érkezni. Figyeljetek, figyeljetek csak! Mivel mi egy simpáron közlekedünk, így szoktuk egymást kikerülni a megállókban. Szia, Feri! Szia, Frici! Szia! Amíg az utasok felszállnak, néha ránk néznek, megnézik, hogy hányos a számunk, illetve megnézik a menetrendet is. Közben pedig egy nagyon érdekes dolgot mutatok nektek, figyeljetek csak! Így állítják át a váltót a menetirányító központból. Ahogy a váltó át van irányítva, és amikor mindenki felszáll, már indulok is, én megyek tovább fel a hegyre, Frici barátom pedig lefelé. És nézzétek, itt van egy meredek felüljáró. Így megyek át az autók fölött. De csak személyautók vagy kisebb teherautók férnek át alattam. Ott van a piros jelzés, a csík, ami azt jelenti, hogy magasabb autóknak erre tilos jönniük. Most pedig jön egy gyönyörű szakasz. Először balra kanyarodok, azután megyek meredeken felfelé, körülbelül 30 km per órás sebessége, majd pedig elkanyarodom jobbra. Utána pedig átmegyek egy kis alagúton. Itt már nagyon magasan vagyunk, figyeljetek csak, és közeledem az utolsó állomásra, ami a legmagasabban van, és a neve Széchenyi hegy. Gyermekvasút végállomás. Itt már a lenti végállomáshoz képest. Képzeljétek el, 315 méterrel magasabban vagyok, majdnem olyan magasan, mint Párizsban az Eiffel-torony legteteje. Wow, micsoda magasság! Amikor megérkezek ide, ezen az állomáson mindkét oldalon kinyitom az ajtókat. Ilyen szép kilátás a hegyről, nézzétek! Innen a házak ilyen icike-picikének látszódnak, olyan magasan vagyunk most. Belülről pedig így nézek ki. Összesen 82 ülőhelyem van, de állva is lehet ám rajtam utazni. Most még a felső végállomáson várakozom, hogy minden utas fel tudjon szállni, majd csengetek egyet, aztán becsukom az ajtókat, és már indulok is vissza, le a városmajori végállomás felé. Egy ilyen kisebb utca fölötti felüljáron is átmegyek, ahol csak kevés autó jár. De aztán nem sokkal később egy nagyobb utat is keresztezek, ahol sok-sok autó és még a buszok is itt járnak. Itt nem építettek nekem felüljárót, hanem fénysorompó jelzi az autóknak, hogy meg kell állniuk, amikor én közlekedem. A fénysorompó pirosan kezd el villogni, ez azt jelenti, hogy az autóknak, a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak meg kell állniuk. Majd, amikor már elmentem, elhaladtam, akkor a jelzés pirosról fehérre vált, és csak akkor szabad elindulni minden arra közlekedőnek. Így néz ki közelről, ahogy a sineken gurulok. Nézzétek csak, nézzétek! És ismét egy felüljáró következik. Közvetlenül a lenti végállomás előtt átmegyek az autók fele. Majd pedig begurulok a végállomásra, ahonnan a történet elején elindultam. Az utasok itt leszállnak, én pedig pihenek egy icipicit, mielőtt megyek egy újabb kört. Aki pedig elromlik, közülünk véletlenül, mert előfordul ilyen is,
azt ide hátra mondhatják, és itt a szakemberek megjavítják. És amit eddig még nem mondtam el nektek, miután leszálltatok rólam, egyből át is szállhattok Tátra Tibire, mert ő errefelé közlekedik. Szép napot nektek, gyerekek, és szép napot mindenkinek! Gyertek, utazzatok velem is! Sziasztok! 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 Sőt, kutyával, kutyusokkal is fel lehet szállni, de csak ha szájkosár van rajta. Ha elefánttal vagy zsiráffal szeretnétek felszállni, azt már nem szól. Sinelem, kutazom, kedrányan, és nyenni, tofat vész, szikelkeregetnek, tofat vész. Iratkozz fel a Csupa Mese csatornájára, hogy ne maradj le a legújabb történeteinkről. Nézd meg a többi mesénket is. A játékok, mesék, dalok, kalandok csak rád várnak. Sziasztok!